Még tavaly novemberben történt ez a tűzeset a Sárkeresztúri úton, szerencsére itt senki sem sérült meg, de sajnos nem végződik minden tűzeset ilyen szerencsésen. Októberben egy hónapon belül két ember vesztette életét lakástűzben Fejérvár megyében. A lakástűzek eloltásához 588 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltóknak összesen 192 órára volt szükségük az oltáshoz. A leghosszabb beavatkozás 18 órán át tartott. Április 6-án egy nátfedelű családi ház borult lángba Kápolnásnyéken. 40 tűzoltó 9 járművel akadályozta meg, hogy a lángok a szomszédos istállóra és garázsra átterjedjenek. Sajnos ez az év is már tragédiával indult, hiszen volt Rátszalmáson egy kigyulladt faház a hétfő hajnalban, ahol egy ember életét vesztette az égő épületben. A lakástüzekre, ha visszatekintünk, akkor az is egy pozitív érték, hogy viszont csökkent a sérülések száma, még 2022-ben 28-an, tavaly 17-en sérültek meg, illetve szorultak különböző ellátásra lakástüzek miatt, tehát ez az érték is csökkenő tendenciát mutat. 2023-ban Fejérben 10 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A vármegyében a leggyakrabban nyílt láng használata, a fűtési rendszer hibája, elektromos probléma, fűzés, dohányzás vezetett tűzhöz. 4 esetben merült fel a szándékos gyújtogatás gyanúja. Míg 2022-ben nem történt halálos kimenetelű szénmonoxid mérgezés, addig tavaly ez a statisztika romlott. Történt egy tragikus eset, melyben egy ember életét vesztette. Tavaly 40 esetben riasztották szénmonoxid miatt a tűzoltókat, ez az érték megegyezik a 2022-es esztendő riasztási számaival. Az esetek 78%-ában volt szénmonoxid érzékelő, ott, ahol volt ilyen készülék, nem történt súlyos sérülés és tragédia sem. A szénmonoxid mérgezéssel is több ember került kórházba, mint egy évvel korábban, tehát 2022-ben 4 ember szenvedett szénmonoxid mérgezést, ez nagyon megugrott tavaly, összesen 22-en szenvedtek különböző mértékű mérgezést. Szabó Biztic Anett hozzátette, a 268 tűzzel érintett Fejérvár megyei ingatlan közül csak egyben volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.